A Gyümölcsöző Hegyvidék program ugyan 2019-ben kezdődött a kerületben, ám az első gyümölcsfaosztási akció után nem sokkal megérkezett a járvány, így tavaly nem volt sem akciós gyümölcsfa ültetés, sem a hozzá kapcsolt tájékoztatás. A kihagyás után idén újult erővel vágott bele az akcióba a Hegyvidéki Zöldiroda, és nagy érdeklődés fogadta a meghirdetett programot. Idén 170 fára regisztráltak az emberek, ami megint csak egy jelzés nekünk, hogy nagyon gyorsan elfogytak egyébként ezek a regisztrált helyek, úgyhogy lehet, hogy majd bővíteni fogjuk a jövő évben ezt a mennyiséget. 5 különböző típusú gyümölcsfát lehetett regisztrálni, és minden típusból még 2 fajtát. Gondolok itt arra, hogy lehetett almára, körtére, barack, megy és szilvára regisztrálni, és mindegyik fajtából 2 fajta van. Ami nekünk fontos volt, hogy ezek őshonos magyar fajták legyenek, illetve úgy lettek kiválasztva, hogy szeressék ezt a hegyvidéki klímát, amit nálunk uralkodik. Az idei programra jelentkezők nagy részének már voltak korábban is gyümölcsfái a kertben. Van füge, akkor megyfa, dió van 3. Mindenféle gyümölcsfa van. Cseresznye van, csak cseresznye. A regisztrálók egy része a tulajdonságok alapján döntött, és volt, aki a korábban megismert fajokból kért. Azért, mert van olyan fajta, most a szilvából meg almából, ami önporzó, nem kell hozzá 2 fa, és gondoltuk, hogy akkor legyen már egy kis gyümölcs is a kertben. Nagyon örültünk neki. Feketicsi medgyet nagyon nehéz szerezni. A feketics medgyet, mert azt mondták, hogy ez ellenáll mindenféle izének, vésznek, úgyhogy reméljük, hogy így is lesz. A gyümölcsfáért jelentkezők jelentős része megörökölte a fáját, és kisebb ápolási munkákon kívül nem igazán értek a fák gondozásához. Ezért a Zöldiroda rögtön az ültetéshez is segítséget adott. A gyümölcsfa csemetéken kívül karót tudunk biztosítani, és egy úgynevezett gondos csomagot tudunk biztosítani a kedves lakóknak. Ez azt jelenti, hogy kapnak gombát, gombatablettát, illetve trágya pelletet, ami az elültetésben segít. Itt sokan meg is kérdezik tőlünk, és mi szívesen segítünk, hogy pontosan hogy kell elültetni ezeket a gyümölcsákat, mekkora gödötásunk, hogy iszapoljuk be, és mit csináljunk ezekkel a gombákkal. Alapvetően ezek a megeredést segítik, ezek a kis gombák, gombatablettát, amennyiben feloldjuk, akkor ez segíti a gyökerzet minél hamarabb kialakulását. És azt tapasztaljuk egyébként, hogy nagyon nagy igény van a gyümölcsfa telepítésre, de nem feltétlenül vannak tudatában annak, hogy kell kezelni, hogy kell elültetni. Úgyhogy már 2 éve is elkezdtük és folytatni fogjuk ezt a fajta utókommunikációt, ha tetszik, hogy kell pontosan elültetni ezeket, illetve hogy kell majd tavasszal az első alkalommal metszeni ezeket a fákat. Az idei gyümölcsfaosztás favoritja a gönci barack és a feketics megy volt, de a többi őshonos fajta ültetését is támogatja az önkormányzat. A csemeték árának felét kellett csak a lakóknak fizetni. Egyre több fát szeretnénk a kertekbe visszajutatni, hiszen alapvetően a célunk azon kívül, hogy minél több fa legyen a kerületben, hogy minél több gyümölcsfa legyen a kertekben, hiszen azért ez korábban megfigyelhető volt a hegyvidéken, hogy mindenkinek a maga kis kertjében megtermelte magának azokat a kis zöldségeket, gyümölcsöket, amiket elfogyasztott, és ezt szeretnénk kicsit visszahozni, vagy ösztönözni. Ennek érdekében, illetve azért, hogy a most elültetett fák közül minél több gyümölcsöt is hozzon a kertekben, az ápolásról faj, illetve fajta specifikus tájékoztatóanyagokkal, illetve rövid videókkal is készül a Zöldiroda, amelyet az akcióra jelentkezők rövid időn belül megkapnak.